tudja, Batyutáborban élmény a népművészet. Tudni kell, hogy a Batyutábor névadója tulajdonképpen a Batyú Együttes. 1994-ben jött az ötlet Szerd Andrástól, hogy kellene olyan tábort tartani, ahol az óbecsei gyerekek is megismerkednek a népdalokkal, néptáncokkal, népzenével, tehát mindazzal, amit mi abban az időben műveltünk, és ez így meg is született. Az első tábort Óbecsén tartottuk meg, aztán négyet Dreán. Majd 99-ben a bombázások miatt elmaradt a tábor, 2000-től pedig már átvette a Topolyai Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ. Mint a Batyú Együttes brácsása, ugye 82-ben csatlakoztam a Batyú Együtteshez, és hát különböző hangszereken vettem részt a munkában, főleg brácsás és kontrás voltam, és mint ilyen, később a Szósíp Szójvetélkedőre meglettem hívva zsűritagnak. Itt a Szósíp Szójvetélkedőn hát úgy tudatosodott bennem, hogy rengeteg gyerek vesz részt rajta, és mindenféle tájáról vajdaságnak, de valahogy a Becse és a Becse környéki gyerekek hiányoztak. És ez úgy nekem olyan szívem fájdalma lett, és hát ezen javítandó, vagy ezen, hogy változtassunk ezen, támadt az az ötletem, hogy szervezzünk Becsén is egy tábort, egy népzenei tábort, amit aztán hát néptánccal is kiegészítettünk, hogy ezeken a gyerekvetélkedőkön becsei gyerekeket is készítsünk föl, szeretessük meg velük, és hát ha majd később ők is részei lesznek ennek a gyönyörű rendezvénynek. És így ez az ötlet alapján aztán megszerveztük a tábort, aminek a Batyú nevet adtuk, ugye annak folytán, hogy a Batyú Együttes tagjai szervezték és alkották az oktatókat az első táborokban. Aki most kezdett, 8-osként jött el a táborba, előtte még csak névzenét is alig hallott, és 4 ilyen gyerekünk volt, 2 gunarasi és 2 komlói gyerkőc volt, akik itt csöppentek be a néptánc rejtelmeibe, és ezek közül 3-at megfogtunk, az biztos. Tehát, hogy ők remélhetőleg, hogy nem csak a
településeken zajló táncházakba, hanem tényleg a tánccsoporthoz is hozzá fognak csatlakozni. Nagyon-nagyon jó élmény egyébként az, hogy így meg lehet szeretetni a gyerekekkel a táncot. Hát valamilyen szinten biztosan a vérébe van, de azért azt előcsalogatni elő kell tudni. Tehát nyilván minden népnek a saját lelkülete, a saját hagyományai, azok nagyon-nagyon fontosak, és igazából valóban az a legfontosabb benne, hogy ezek a gyerekek, ezek a felnőttek akár, ezek odajárjanak egy-egy csoportba, és ott erősítsük egymásba az identitástudatot, a közösségi létet. Nagyon fontos, hogy mennyire tudnak ezek a gyerekek egymásért is felelősséget vállalni. Tehát az egy borzasztó fontos dolog ebben a mai világban, és a vérükben benne van, de ezek a kapcsolódási pontok, a barátságok, a zene hallgatása, az éneklés, a saját nótáinknak az éneklése, ami ugye úgy alakultak ki, hogy az embernek a belsőjéből jöttek létre ezek az énekek, nem egy költő költött minden dalt, hanem belülről a fájdalmát, a szomorúságát, az érzéseit, és egy adott népnek van belső indítatása erre, és ezek előbb-utóbb felszínre jönnek, hogyha sokat hallgatja az ember, és mindenki megtalálja a saját nótáját, a kedvenc zenéjét, azon belül a kedvenc táncát, és hogyha ez így szépen összekapcsolódik, akkor megtalálja a kedvenc párját is, aki majd a felesége lesz, és remélhetőleg az ő általuk született gyermek pedig ugyanígy fog ezeken végigmenni, úgyhogy hiszek abba, hogy minden népben benne csordul az a vér, amitől ez ilyen gyönyörű dolgot tud létrehozni. Ezek a gyerekek, hogyha szanaszéjjel mennek a világba, akkor is tudják, hogy találhatnak a világ bármely pontján olyan csoportot, ahol magyar néptánc oktatás folyik, és ők azonnal asszimilálódni tudnak ahhoz a csoporthoz. Szerintem ez a legnagyobb előnye, amellett, hogy 99 éves korig is űzhető olyan sport és olyan fitten tartó eszköz, ami 99 éves korig is űzhető, és rengeteg mindent fejleszt. Egészen kicsi kortól a ritmusérzék meg ezek a mozgás koordinációs dolgok, ezek alapvető dolgok, de minden máson is nagyon sokat fejleszt. Okosabbak ezek a gyerekek, illemtudóbbak ezek a gyerekek. Sok helyen meg kell jelenniük, színpadon is tudnak viselkedni, úgyhogy rettenetes sok mindent fejleszt. Hála jó Istennek elkezdtek 40-es években már filmeket gyűjteni Molnár István, és az ő nyomdokaiba lépve így folyamatosan a gyűjtők jöttek sorra, és akkor a filmtári archívumunk van, ami mondhatni a világon, de hát ugye az univerzumban egy, tehát nincs még egy ekkora gyűjtemény, ezek megtörténtek, ezeket dolgozzuk föl, most többféle megközelítés van, amit én feleségemmel tartunk jónak. A filmen lévő táncok, azok az alap, tehát hogy az létezik, azt nem kell kitalálni, amit abban a faluban táncoltak, az a maga a tánc. Azt meg kell tanítani. Mi úgy szoktuk, hogy azokat a folyamatokat tanítjuk meg, amiket azok a bizonyos adatközlő bácsik, nénik, házaspárok táncoltak, és amikor megtanítottunk egy-egy folyamatot, akkor utána ezt ők, a gyerekek maguktól elkezdik rakosgatni, mint egy ilyen puzzle-t. Tehát összerakjuk, és végén kialakul az ő saját képük erről az adott falunak a táncáról. Tehát minden adatközlőnek is volt egy ilyen puzzle-ja, hogy mit mivel tud összekapcsolni, és az a legszebb, és a leggyönyörűbb benne, és a legfejlesztőbb, hogy ezt utána mindenki újra alkotja saját magára. De az nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy abba a faluba ez Póka András bácsinak a tánca volt, és Mária néninek a feleségének, mert ez fontos. De utána mindenki alkossa a sajátjára, mert hogy benne van a vérébe, és akkor így megint csak bezárult a kör, és körbeértünk, és megtörtént az a bizonyos csoda. Hát a néphagyomány nem biztos, hogy újra teremtődik, magát a táncnak a megfogalmazását, az igen, mikor egy mondatot elmondhatok így is, meg elmondhatok úgy is, de új táncok már nem nagyon alakulnak ki. Tehát, hogy azért ezek megtörténtek, ezek a gyűjtések, ezek az idős adatközlők sajnálatos módon ugye koruknál fogva már meghaltak, nincsenek köztünk. A fiatal generáció már egy kicsit másképpen táncol. Az nagyon érdekes lenne, hogyha egy időgéppel vissza tudnánk menni, mondjuk 150 évvel korábbanra, és akkor biztos vagyok benne, hogy egy valamilyen teljesen más táncképet látnánk a falvakban. Mert hogy ez folyamatosan változott.
Úgy szoktuk mondani, hogy a táncok ugye leegyszerűsödnek. Megjöttek a tánciskolák, jöttek a körtáncok, jött a valcer, jött a rock and roll, és gyakorlatilag megváltozott a tánc felé mutatott igénye az embereknek. Tehát, hogy az egy egyszerű példa, hogy a páros táncokat, ugye nálunk is sok helyütt fölváltották a lánc és a körtáncok, a bálokban mondjuk. Mert hogy kettőt jobbra, kettőt balra még mindenki el tudott táncolni, de egyénileg újraformálni vagy alkotni egy új táncot, azt már kiveszett a falusiakból, arról nem beszélve, hogy rengetegen ugye el is költöztek városba, megköltöztek a városba, onnan már hazajött, vagy nem jött haza. Tehát, hogy inkább azt gondolom, hogy lezárult, nekünk az a dolgunk, hogy ezt az állapotot ameddig csak tudjuk megőrizzük. De ez az mi hozzáállásunk, nyilván vannak olyanok is, akik másképpen gondolják ezt, biztosan mind a két irányban.